Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a The Evil Within című játék végigjátszás jelen fejezeténél. Hogy vagytok, kedves lányok, kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, és mindenki kész folytatni az Evil Within végigjátszást. Ugyanis az Evil Withinnek csak magát az alapjátékát vittük végig, és az utólag megjelent három történet kiegészítőből nem csináltunk még végigjátszást. Így, mivel nyakunkon az Evil Within 2-nek a megjelenése, arra gondoltam, hogy érdemes lenne sicsúgy bepótolni ezt a lemaradást, szóval nézzük is csak meg, hogy itt van ez a Downloadable Content nevű almenü, és itt látjátok ezt a három külön sztorit, külön plusz történetet, amik utólag jelentek meg a játékhoz, és a játék sztoriát bővítik ki. Az első ilyen plusz történet a The Assignment, vagy a megbízás címet viseli magán, aminek rövid tömör sztoria az, hogy olvashatjátok is arról, Julie Kidman detektív a STEM sötétségében találja magát, meg kell küzdenie Rubikkal és a saját démonaival, miközben a küldetését próbálja elvégezni. Nos, ebből a kis leírásból kiderülhet számunkra, hogy Julie Kidman nem csak a Bíbor városi rendőrségen dolgozott együtt Sebastian Castellanossal és Josephel, hanem volt egy saját célja is, amit próbált elérni, miközben a játéknak a sztoria folyt. Nos, kettő dolgot vehettek észre most, hogy ebbe a menübe kerültünk. Az egyik az, hogy nem számítógépen, hanem Xbox One-on játsszuk a játékot, ugyanis amióta ezek a sztori bővítmények megjelentek a játékhoz, az én számítógépem egyszerűen annyira, de annyira nem bírja onnantól kezdve normálisan futtatni a játékot, folyamatosan FPS lagjaim vannak és a textúrák is későn töltenek be. Nem tudom, mi történt, mikor még csak az alapjáték volt kint, addig tökéletesen futott minden, amiért megjelentek a kiegészítők, minden elcsesződött. Szóval nem tudom, mi történt vele, ezért játszok Xbox One-on a játékot. Valamint azt is láthatjátok, hogy van itt nekem folytatás opcióm, ugyanis ezt a végigjátszás videót most kezdem el harmadjára felvenni. Az előző két alkalommal technikai bakik miatt sajnos odavesztek a felvételek, így most már remélem, hogy nem lesztek problémák és képes leszek megcsinálni a videókat nektek. Na de nem is szaporítom tovább a szót, hajrá! Első fejezet, an oath, vagyis egy eskü. Körülbelül olyan 2-3 órát játszottam ezzel a kis plusz kiegészítővel, amikor a gép úgy gondolta, hogy nem. Szóval sajnos nem egy első reakciós végigjátszás lesz ez, de ígérem, jól fogunk szórakozni. Nézzük csak, van itt egy tesztfeljegyzés Dr. Marcelo Jimenez-től. Együtt léteztek, de mindegyik a saját útján látta a dolgokat, mintha... Do you stand with Mobius? Ugye, folytatom. I do. I made my choice. Szóval, mintha a pacienseknek... Ha a paciensek próbálnák a hiányzó részeket kitölteni az elméjükben, és így saját képet alkotni a világról. Jól emlékszem, ez volt kiírva. Most nagyjából ott kapcsolódunk be a sztoriba, ahol Sebastiannék ugyebár balesetet szenvednek ezzel a mentős autóval, mikor Bíbor város elkezd összeomlani körülöttük, és ugye Sebastian, a rendőrtársuk Oscar, Kidman, Dr. Marcello és Leslie, az a különleges paciens, menekülnek a városból, és egyszer csak elfogyarulluk a talaj és balesetet szenvednek. Ugyebár Sebastian innen mászik ki, és a többieknek rajtunk kívül semmi nyomuk. No blood. Or anything. Se vér, se semmi, se sehol. Nézzük csak. A játék elején még ilyen csapnivaló statisztikáink vannak. Nagyon hamar elfáradunk futás közben. Where is everybody? És Julie emlékszik arra, hogy a baleset közben, illetve a baleset előtt nem egyedül volt, és nem tudja, hol vannak a többiek. Szóval induljunk szépen tovább, hogy előbb-utóbb talán megtaláljunk valakit. Ha füleltek, hallhatjátok, hogy ebből a barlangból
Leslie-nek a hangjai hallatszódnak. A magas sarkú! Na ő lenne Oscar, aki vezette a mentőkocsit. És őt meg is kell ölnünk, mikor Sebastiannal játszunk, mert ő ugye a mentőkocsi vezetése közben kezd el átalakulni. Ugyanis aki bekerül ebbe a STEM világba, az arra előbb-utóbb elkezd hatni ez a nagyon magas rádióhang, amitől elveszítik a saját eszüket. És totál megbolondulnak, mint hogyha valami irányítani akarná őket. És ilyen erőszakos viselkedésre kényszeríti őket. Ó, erre nem is jártam még soha. Hello, mi ez a hely? Oh, wow. Wow! Ezt a helyet én meg se találtam. Nézzük csak. Bíbor város rendőrség. Hát... bűnözői feljegyzés. Nézzük csak. Információ. Itt látható a... ügynek a száma. Ez valakinek... ez valakinek a bűnözési feljegyzése. Megnézzük, mi az már, hogy juvenile, egész pontosan. Na, léci. Aha, nézzük csak. Fiatalkori bűncselekmény, ez szerepel egyszer, kétszer, háromszor. Akkor nézzük csak. Betörés, rongálás, lopás. Igen, lopás. Vagrancy. Csavargás. A vagrancy csavargás is... fiatalkori alkoholfogyasztás, következő bolti lopás és letartóztatás megtagadása, megint csak betörés. Valamiféle tiltott anyagnak a birtoka. Ó, drog, ez valószínűleg drog. Szóval drogbirtoklás és annak árulása. Az utolsó pedig fegyverrel elkövetett rablás. Fegyverrel elkövetett támadás, rablás. Szökés. Letartóztatás megtagadása. És hivatalos személyi megtámadása. Hát ez vajon ki a fenéről szólt? Ez a rendőrségi feljegyzés. Ezt eddig meg se találtam. Oké, okay, akkor mégiscsak fogok új dolgokat találni, hiába kezdem el harmadjára ezt a kiegészítőt. Az ember azt hinné, hogy már a könyökén jön ki. De úgy néz ki, nem. Elkezdünk ilyen fura dolgokat látni, miközben Oscar ordibál fölöttünk. Sebastiant halljuk a fejünkben, emlékeinkben ugyebár beszélni. Marcelo, még egyszer Sebastian, ahogy végighallgatjuk az első részt. Akarom mondani az alapjáték elején történt dolgokat.
mint hol utána Leslie. Settle down, Leslie. Nyugodj meg, Leslie. 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 Leslie Withers. I'm sorry? Kid, I need you focused. I need your attention. This is a serious matter. Everything we do is a serious matter. I'm ready. I'm ready. I'd like to think so, but conviction must be proven with action. As I was saying, your target is Leslie Withers. He's a patient at Beacon Mental Hospital. But he's something more. Simply put, we need him to run our STEM system. Without this asset, our research will mean nothing. I don't understand. We own Beacon. Why not just take him? Our relationship with his advisor, Marcelo Jimenez, has become rather strained. The boy is a leverage piece. Jimenez plans to activate a STEM prototype at Beacon without our permission. Obviously, that's unsuitable. Have no illusions. It will be dangerous. Come, take a walk. The nurses are waiting. Na, ő valószínűleg a Mobius egyik vezérigazgatója. Éppen, cica! Vérvörös szemű cica, vérvörös masnival a nyakán. Éppen azt mesélte Kidmannek, hogy van ez a... Hey there! Where did you come from? Van ez a Remény Sugár nevű elmegyógyintézet, ahol van egy különleges beteg, akit Leslie Withersnek hívnak. Őt a Mobius azzal bízza meg Kidmant, hogy hozza el Leslie-t ebből az elmegyógyintézetből, de Kidben nem érti a dolgot, hiszen a Mobius vállalat konkrétan a tulajdonosa a Remény Sugár elmegyógyintézetnek. És ezzel, amikor visszakérdezett, hogy miért nem hozzuk el egyszerűen onnan, hiszen miénk az elmegyógyintézet, a főnöke azzal válaszolt vissza, hogy azért, mert a doktorával, Marcelo Jimenezzel vannak gondok a köztünk meg közte lévő kommunikációban, és Marcelo azt tervezi, hogy működésbe hoz egy prototípus STEM gépet, ami nagyon veszélyes lehet, és ezért kell Leslie titokban elhozni onnan, mert ez a Leslie gyerek, ez különleges srác. Konkrétan szüksége van Mobiusnak ő rá, hogy a STEM rendszerét rendesen működtesse. És cicánál tudunk menteni, ez nagyon fontos. És minket választottak ki a feladatra, hogy kihozzuk Leslie-t az elmegyógyintézetből. Le a kalappa a Kidman előtt, mert az egész játékban magas sarkokban fog futni, meg lopakodni. Na, ez itt a Mobiusnak az egyik létesítménye. Itt vannak a irodáik, a kutatólaborjaik, és valamiért az összes alkalmazottat ilyen fura fekete órával látjuk a fején. És amit beszélnek, azt mi csak hablacsként halljuk. Mintha semmi értelme nem lenne annak, amit mondanak. De ahhoz képest, hogy mennyire ilyen industriálnak, tehát ilyen gyári épületnek néz ki az egész, rengeteg növények kiszínesítették a terepet, így egy fokkal barátibb a dolog. Az igazgató azt mondta, hogy menjünk sétálni egy picikét. De azért csipkedjük magunkat. Ha jól emlékszem, akkor az az ajtó zárva van. Azzal nem igazán tudok mit kezdeni. Így van. Tessék, nézzétek meg, az összes ember, az is alkalmazott ilyen fura
Nagyon furi. Jó. Na. Praclita. Panelre is menjünk befelé. Jaj. Kidman, please. If Jimenez activates the system, you'll be pulled in. Hopefully he doesn't. But as a precaution, we've prepared an infusion to prevent contamination. Like a vaccine? To protect me? More accurately, to hide you. We develop STAT, but there is a ghost in the system. Something we call Ruvik. It means to keep us out. This infusion should protect you to some extent. Na, a főnökünk azt mondja, hogy készítettek nekünk egy injekciót, amit ha beadnak nekünk, akkor... akkor a STEM rendszeren belül úgymond el leszünk rejtve. Ugyanis, hogyha Marcello aktiválja a STEM gépet, akkor az minket azonnal beránt magával, és ezzel az injekcióval el leszünk rejtve az idézőjelben megfertőzés elől. Én arra gondoltam ezzel, hogy ezzel az injekcióval próbálják megakadályozni azt, hogy mi is megbolonduljunk a STEM rendszeren belül, mint ahogy ez történt Oscarral, meg Joseph-fel és később Sebastiannal is. Ugyanis van ebben a rendszerben egy Ruvik nevű szellem. Most ugye ezt a rendszert ez a Mobius nevű cég készítette, az ő találmányuk részben. De ez a szellem, ez a Ruvik nevű szellem a rendszeren belül azon munkálkodik, hogy kizárja őket. És pontosan azért, mert igazából Ruvik meg Marcello dolgozott ezen a rendszeren a leges legtöbbet. Why send me alone? You won't be alone. You'll be with your team from KPD. You'll get a call on the radio reporting an incident at Beacon. Everything will be arranged. But their consequences of little value. In regards to your mission, they're expendable. Na, Kidman megkérdezte, hogy miért egyedül küldik be őt. Főnök úr azt mondja, hogy nem leszünk egyedül, velünk lesz a Bíbor városi rendőrség csapatunk, tehát Sebastian Castellanos, és Joseph, azt hiszem Oda a vezeték neve. És fogunk kapni a rádión egy bejelentést, miszerint gond van a Reménysugár elmegyógyintézetben. És a Mobius mindent meg fog rendezni, el fog intézni ahhoz, hogy oda menjünk, és el tudjuk intézni a feladatunkat, tehát elhúzzuk onnan Leslie-t. És ja, ez a legeslegfontosabb. Minden más feláldozható, illetve másodlagos. És ugyebár a elmegyógyintézetben egy kisebb mészárlás történt. Hogyha emlékeztek az alapjátékra. Na, csücs le! We must have that boy. He will enable us to change everything. I'll come back with him. I needn't remind you the consequences for failure. Loyalty is a sensitive subject for us. Trust is such a valued commodity in today's world. So once again, I ask you, do you stand with Mobius? I do. I made my choice. Now you must back up your words with actions. Do not waver. Now I'm going to count down, and when I'm finished, I'll ask you a series of questions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now I'd like to ask you some questions. Have you ever felt abandoned by the ones you trusted? Ah, csak egy tű basszus, de ah!
Na, a vezérigazgató úr azt mondta, vagy bocsánat, főnök úr, hogy a bizalom mai nap egy nagyon ritka dolog, akarom mondani manapság, egy nagyon ritka dolog, és megkérdezte még egyszer Kidment, hogy a Mobiusszal van-e, tehát hűséget esküszik-e nekik. Kidment azt mondta, igen, ezt már eldöntötte. Erre az igazgató azt válaszolta, hogy rendben, akkor a szavaidat most tettekkel is igazolnod kell. Beadták nekünk az injekciót, és a igazgató azt mondja, hogy most visszaszámolok 10-től, aztán felteszek neked bizonyos kérdéseket. És konkrétan mi csak egy kérdést hallottunk, ami pedig az volt, hogy... hogy érezted el már magadat elárulva... What's going on? Where did everyone go? Elárulva azok által, akik bente megbíztál. És felébredtünk ezen a nagyon alternatív helyen. Ami valójában a Mobiusnak a létesítménye. De itt valami nagyon nincs rendben. Nincs, sötétség van, tiszta vörös minden, és valami szörnyeteg is elröppent itt a sötétben, amit nem láttunk rendesen. Nos, sikerült megszereznünk egy zseblámpát, ami voltaképpen egy nagyon hasznos dolog, meg nagyon... Igen, ez most komoly. Ezt most komolyan csinálod velem. Itt csinálod velem. Nem szeretem, hogyha ez van. Tessék, szépen visszajöttem. Nem tudom, hogy mióta voltam nem látható, de... A büdös picsába már. Köszönöm szépen. Szóval, most visszatértem és látjátok, hogy mit beszélek, mit mondok. Választom ki, mit szeretne tenni az eszközzel. Az eszköz szeretném, hogyha működne, bassza meg. No. Tehát, amit mondani akartam. Hogy magunkhoz tértünk ebben a roppant alternatív verziójában a dolognak. És a zseblámpa lesz az egyetlen fényforrásunk, ugyebár rettentő sötét lesz az egész kiegészítőben. Tudjuk fókuszálni a zseblámpa fényét, és a bal joystickkal tudom kibekapcsolgatni, mint az alapjátékban a petróleum lámpát. A játékban lesznek majd gyűjthető tárgyaink, eddig 2 gyűjthető tárgyal találkoztam. Az egyik csigák formájában jelent meg, amikre hogyha ráfókuszáltam a fényt, akkor kis szívecskékben átalakultak a fejlesztők logójává, és azokkal modelleket tudunk megnyitni a modellnézegető menüpont alatt, illetve zenéket is lehet gyűjteni, hogy később meghallgassuk őket a játék menüpontja alatt. Na, itt vészjósló sikoltásokat hallottunk. És tiszta vér minden. Valamint fogunk találni holttesteket is. Szóval valami elkezd randalírozni itt az épületben. Valami, ami nagyon randa, és hamarosan találkozni is fogunk vele. És az itt létünk egyik nagy problémájának, akarom mondani, az itt létünk alatt ő fogja a legeslegjobban talán megkeseríteni az életünket. Őszintén remélem, hogy majd, ha átlendülünk azon a ponton, ahol már jártam, nem kell vele túl sokat foglalkoznom majd, mert majd mindjárt meglátjátok, miről van szó. Szuper. Van egy hapsi bezárva ide ebbe az irodába. Not the light. És valamiért figyel a lámpa fénytől. I'm gonna find a way in there. Lock from the inside. Maybe there's another way in. De sajnos zárva van az iroda bentről. Viszont nem értem, hogy akkor az a csoka miért nem próbálja meg belülről kinyitni. Valószínűleg elbújt. Na itt mutatja meg a játék az új játékmechanikát, a fedezéket. Konkrétan, hogyha fedezékbe vetődünk, akkor tudunk a sarkok mögül kikukucskálni, a fal mentén haladni.
most valamiért nem megy, de menni fog az, igen, fel tudok állni. És ilyenkor tudjunk ellenfeleket hívni magunkhoz. Hey! Hogy átverjük őket. Na, de az egyik másik új játékmechanika az az, hogy tudunk szellőzőket használni a közlekedéshez. Ami egy nagyon hasznos dolog. Most egy kicsit kapcsoljuk le a lámpát, és jobbra azonnal kukucskáljunk itt ki. Na, valaminek sikerült bejutnia az irodába. Valami magas sarokban mászkáló, roppant szexi lábú szörnyeteg, és szegény hapsiból hagyott egy alsó testet, amit ott látunk. Ezen kívül túl sokat nem. Valamint, hogyha füleltetek, akkor hallhattátok, hogy azt mondja, hogy Leslie. Mintha Leslie-t keresné ő is. Oh, shit. What could have done this? Sajnos azzal a valamivel fogunk találkozni hamarosan. És én rohadtul nem örülök neki. Nagyon, de nagyon nem. Hello? Egy holttest? Egy felfele vezető szellőző? Valamint feljegyzés? Amiket érdemes lesz meghallgatni. I'm afraid that the fragile mental states of the subjects are limiting our studies. Mobius wants us to move past beacon patients and onto more stable people. They want to get STEM closer to its intended use. Would they see the world in the same way? Would a sane mind weather the psychically draining experience? I had that dream again. I entered the STEM myself. Na, ilyenkor Marcelo Jimenez professzornak a... vagy doktornak a feljegyzését hallgathatjuk meg. Ez a 231-es bejegyzése, ahol azt mondja, attól félek, hogy a tesztalanyok... hogy a tesztalanyok... rossz szellemi állapota határokat szab a kutatásainknak. A Mobius azt akarja, hogy lépjünk túl a reménysugár elmegyógyintézet betegein, és használjunk idézőjelben stabilabb embereket. Azt akarják, hogy a STEM közelebb legyen az eredeti felhasználásához, tehát hogy felhasználható állapotban legyen végre a gép. Viszont ezek a stabilabb emberek ugyanúgy látnák a világot? Vajon egy normális embernek az elméje kibírná ezt a mentálisan fárasztó élményt? Ismét ugyanazt álmodtam. Azt álmodtam, hogy saját magam léptem be a STEM-be. Fedezék használata. Igen, B gombbal, hogyha a játék kiírja, beugorhatunk fedezékbe, tudunk mozogni és a sarkok mögül kikukucskálni. Ugyanakkor ilyenkor tudunk ellenfeleknek ordibálni is, hogy elcsaljuk őket. És itt lesz is egy ellenfél, akit érdemes lesz elcsalnunk, ugyanis ő ott áll a kijáratunknál, azt pedig mi annyira nem szeretjük. Szóval ilyenkor kiálthatunk neki, hogy felkeltsük a figyelmét. Hey! De úgy néz ki, ez most annyira nem jött össze. Nem hallotta sajnos meg, semmi baj. Megpróbáljuk újra. Come here. Okay.
le is pottyant a szellőző, ennek baromira örülünk. Valamint, ha megfigyelitek, az ellenfelek most már kaptak egy ilyen... Come here. Egy ilyen kis sárga jelzést is a testük köré. Hogyha sikerült felkeltenünk a figyelmüket, akkor sárga, illetve piros színben kezd el pompázni a testük. Ez az! Ajtó bezárult mögöttünk, ha minden igaz.